A karácsonyi fényárban úszó körszínpadhoz lovashintóval érkezett a Mikulás, vele együtt a segítőtársak is, a Manó, a Krampusz, a Hótündér és az Ördögök. És mérhetetlenül sok ajándékot hoztak, több mint 100 édességcsomaggal lepték meg az akaratjai apróságokat. Minden ajándék elkészült, és útra kelhetünk, így van? Igen. Rövid esteber válaszol. Az önkormányzat szervezői és dolgozói kitettek magukért, emlékezetessé varázsolták a Mikulás estét a szép számú helyi érdeklődőknek, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Egy helyi alapítvány is támogatta a programot. A mai napra kézműves foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek, és ezen a kézműves foglalkozáson olyan karácsonyfadíszeket készítettünk, amivel ma este a Mikulás ünnepély után feldíszítjük a falu karácsonyfáját. Ezen a kézműves foglalkozáson mindenki bevonásával nagyon-nagyon finom sütemények készültek, amiket itt ma este Tea és Kakaó társaságába felkínálunk, és hát várjuk a Mikulást. Ma estére mindenkit szeretnénk gyerekké avatni, és nagyon sok ajándékba részesíteni. A színpadi közös produkcióban vidáman, lelkesen vettek részt a Mikulás sapkás fiatalok, még az Ördögök is táncra perdültek. Ezután sor került az ajándékosztásra. A Manó, mint a Mikulás segítője, kivette részét a munkából. Erre készültek egész éven át, hogy teljesítsék az apróságok titkos vágyait. A kisebbek még tudnak álmodni erről, a nagyobbaknak pedig az a fontos, hogy együtt legyenek társaikkal, szüleikkel ezen az estén. Nekem nagyon tetszett, hangulatos és jó pofán volt megcsinálva így a fogadásra. És mit hozott neked a Mikulás? Ugyanolyat, amit a Kingának. A mikulásozás után került sor a község karácsonyfájának feldíszítésére, első alkalommal hagyományteremtő céllal. A vidám elégedett pillantásokat elcsípve erre bizony lesz igény a következő években is. És mit is ígért a Mikulás? Visszajön segítőivel jövőre is.